Árpa Attila egy igazi ikon a magyar filmiparban. A nevéhez minőségi filmkészítés és hatásos történetmesélés társul. A videoklippektől a kasszasiker filmekig Attila tagadhatatlan nyomot hagyott a magyar szórakoztatóiparban. Elkötelezettsége a szakmája iránt minden projektjében tetten érhető. Ez az elhivatottság kivívta kollégái tiszteletét és számtalan rajongó csodálatát. Attila karrierjének egy útkereszteződéséhez érkezett. Kapcsolata az RTL-lel, egy nagy televíziós csatornával véget ért. Elfogadja a végkielégítést, vagy új utat keres magának. A végkielégítés anyagi biztonságot jelentett volna. Attila szíve a filmkészítéshez húzza. Úgy döntött, hogy magára és a szenvedélyére fogad. A végkielégítés helyett egy új film finanszírozását kérte. Ez a merész lépés megmutatta Attila hitét a saját víziójában. Az alkotói tisztességet az anyagi biztonság elé helyezi. A történet középpontjában az Argo áll, egy film, amely különleges helyet foglal el a magyar filmtörténetben. A 2004-ben megjelent Argo magával ragadta a közönséget lebilincselő történetével, szerethető karaktereivel és a magyar élet nyers ábrázolásával. A film a barátság, a hűség és a felnőtté válás kihívásainak összetettségét boncolgatja. Az Argo mélyen megérintette a nézőket, azonnal klasszikussá vált, és megszilárdította Attila, mint vizionárius rendező státuszát. A film sikerét több tényezőnek is tulajdoníthatjuk. Attila mesteri rendezése hitelesen és érzelmesen keltette életre a történetet. A színészek erőteljes alakítást nyújtottak, emberiességet lehelve karaktereikbe, és kapcsolatot teremtve a közönséggel. Az Argo nem csupán egy film volt. Kulturális jelenséggé vált, amely beszélgetéseket indított el, és maradandó hatást gyakorolt a magyar filmre. Öröksége túlmutat a jegybevételi adatokon, bizonyítéka a történetmesélés erejének és annak, hogy képes generációkon átívelően hatni. Az Argo folytatásáért évek óta kiáltanak a rajongók. Attila azonban következetesen kitartott amellett, hogy az Argo 3 nem készül el. Ez a döntés a film öröksége és az azt életre keltő színészek iránti mély tiszteletből fakad. Az Argo családjának több kulcsfontosságú tagja már nincs köztünk. Hiányuk mélységesen érződik, olyan űrt hagyva maguk után, amelyet nem lehet betölteni. Az Argo 3 elhagyásának döntése nem csupán kreatív döntés, Attila számára mélyen személyes. A film örökre összefonódott azokkal az emberekkel, akik életre keltették, akik közül sokan közeli barátok voltak. Hiányuk az idő múlásának és az élet múlandóságának állandó emlékeztetője. Attila magával hordozza az emléküket, hiányukat pedig az Argo történetének folytatásában érzi igazán. Ezen emberek elvesztése felbecsülhetetlen veszteség Attila és az egész magyar filmipar számára. Tehetséges művészek voltak, akik sokat tettek a filmművészetért. Hiányuk arra emlékeztet bennünket, hogy becsüljük meg az időt, amit szeretteinkkel tölthetünk, és hogy értékeljük azt a hatást, amelyet ránk gyakorolnak. Attila döntése, miszerint nem akarja újra szerepeltetni őket, a kapcsolatai mélységének és az emlékük iránti tiszteletének bizonyítéka. Hatodik rész, kiszámított kockázat befektetés a magyar filmbe. Attila döntése, miszerint lemond a végkielégítésről, és helyette filmfinanszírozást kér, merész lépés volt. Ez egy kiszámított kockázat volt, amely megmutatta a film erejébe vetett rendíthetetlen hitét és a magyar filmgyártás támogatása iránti elkötelezettségét.
azzal, hogy a művészetébe fektetett, Attila erőteljes üzenetet küldött a kreatív törekvések támogatásának és a kockázatvállalásnak a fontosságáról az álmok megvalósítása érdekében. Ez a döntés nem csak egy filmről szólt, a virágzó magyar filmipar előmozdításáról szólt. Attila tudja, mennyire fontos a feltörekvő tehetségek támogatása és annak biztosítása, hogy az új hangok is hallhatóvá váljanak. Tettei inspirációt jelentenek a feltörekvő filmesek számára, és arra emlékeztetnek, hogy a kockázatvállalás gyakran elengedhetetlen a nagy dolgok eléréséhez. Hetedik rész, a hullámhatás, a jövő generációinak inspirálása. Attila története inspirációt jelent a feltörekvő művészek és mindazok számára, akik az álmaikat követik. A szakmája iránti rendíthetetlen elkötelezettsége, a kockázatvállalási hajlandósága és az új tehetségek gondozása iránti elhivatottsága erőteljes példaként szolgál a jövő generációi számára. Attila öröksége túlmutat filmjein. Arról szól, hogy milyen hatással van azokra az emberekre, akikkel együtt dolgozik, és a közönségre, amelyet megérint. Története arra tanít bennünket, hogy a sikert nem csupán az anyagi haszon méri, hanem az a hatás is, amelyet a körülöttünk lévő világra gyakorolunk. Attila döntése, hogy a szenvedélyét a kényelmes fizetés elé helyezi, azt mutatja, mennyire fontos, hogy hűek maradjunk önmagunkhoz, és rendíthetetlen meggyőződéssel kövessük az álmainkat. 8. rész. A filmvásznon túl a tisztesség öröksége. Attila története nem csak a filmkészítésről szól. A tisztességről, a hűségről és az értékekhez való ragaszkodás fontosságáról is. A döntése, hogy az elhunyt kollégái iránti tiszteletből lemond az Argo 3-ról, sokat elárul a jelleméről. Egy olyan iparágban, amelyet gyakran a profit és a folytatások hajtanak, Attila hozzáállása üdítően hat, és arra emlékeztet, hogy vannak dolgok, amelyek fontosabbak az anyagi haszonnál. Attila öröksége az alkotói tisztesség és a rendíthetetlen hűség. Megmutatta, hogy lehet sikereket elérni úgy, hogy közben hűek maradunk önmagunkhoz, és tiszteletben tartjuk azok emlékét, akik már nincsenek köztünk. Története az emberi kapcsolatok erejének és az értékekhez való ragaszkodás fontosságának bizonyítéka, még a nehéz döntések árán is. 9. rész. Befejezés. Az alkotói meggyőződés bizonyítéka. Árpa Attila útja az alkotói meggyőződés erejének bizonyítéka. Döntése, miszerint lemond a végkielégítésről, és ehelyett a filmkészítés iránti szenvedélyébe fektet, sokat elárul a jelleméről és a film erejébe vetett rendíthetetlen hitéről. Bár a világ talán soha nem fogja látni az Argo 3-at, a film és Attila döntésének hatása még évekig velünk marad. Attila története arra emlékeztet bennünket, hogy az igazi sikert nem csupán az anyagi haszon méri, hanem az a hatás is, amelyet a körülöttünk lévő világra gyakorolunk. A művészete iránti rendíthetetlen elkötelezettsége, a kockázatvállalási hajlandósága és az új tehetségek gondozása iránti elhivatottsága inspirációt jelent a feltörekvő művészek számára és az emberi kreativitás tartós erejének bizonyítéka.